No, de így akkor most olyan mesztelen maradtam. Milyen stílusos betűtípus? Azaz. Nagyon tudsz. Mert van egy brandbook, és az alapján próbáltam dolgozni. Így már sokkal jobb. Sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit! Ez a Kertek című műsor. Műsorvezető társam Orbán Gergely. Én Tóth Gábor vagyok. Ő Tóth Gábor. És szakértünk. Sziasztok, Bodnár Ilona vagyok. Ilcsi. Legyen Ilcsi. És mielőtt belemegyünk a mostani témánkba, van egy nagyon jó hírünk, és egyben egy játékunk, amely sorsolással, tehát egy játék, egy sorsolós játékunk van, amely a következőképpen néz ki. A videó alatt, mindegy, hogy Facebookon, YouTube-on, bármelyik különböző szociális médián, ha itt a kommentbe elkülditek nekünk fénykép vagy videó formájában, ahogy Igó termékkel dolgoztok, a beküldők között egy pólót fogunk kisorsolni. Ezek még annyira új pólók, hogy a póló, amit ki fogunk sorsolni, egyenesen Gabiról fog érkezni. Úgyhogy most ez komoly, szépen, az én pólomat akarod kisorsolni? Szerinted viccelek? Úgy nézek ki, mint aki viccel? Ez szerinted úgy néz ki? Hát legyen így akkor, akkor... Nézzük, mondjuk nyilván hát azért ugye emberi méretekben ugye mindenkinek jobb az, hogyha emberi méretű pólót sorsolunk ki. Úgyhogy akkor ezt a pólót fogjuk akkor konkrétan kisorsolni. Természetesen. Igen. Micsoda jó parfüm illattal. Eredeti. Ellátott, majd a kertben más lesz ez. Gabi Odetuali, ez még rajta is lesz. És akkor innentől kezdve ilyen gyönyörű pólót fogtok kapni tőlünk. Mutasd már meg, ne hajtogass. Úgy. Ilyen gyönyörű pólótok lesz. Úgyhogy várjuk a képeket, várjuk a videókat. Mutassátok meg, hogy dolgoztok az Igóval. Na de, miről is szeretnénk ma beszélni, ugyanis még mielőtt abba belekezdünk, én arra jöttem rá, hogy ez annyira a jövő, annyira jó termék, hogy én szeretnék például mondjuk viszont eladó lenni, vagy nem tudom, hogy egy jó párat így odaadtok, én azt eladom, te? Aztán... Én hát, te. A panelben? A panelben ne legyél viszont eladó, kérlek szépen. Viszont eladó csak az lehet, akinek saját szakkereskedése van. Nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy a viszont eladói hálózatot azt szeretnénk növelni, és erre mindenkinek meg is van a lehetősége, kivéve Gergőnek. Ugye? Tehát igazából azt azért tegyük hozzá, hogy ez a jövőnek a lehetősége. Ugye? Tehát ez egy valóban olyan termék, amit érdemes értékesíteni, hiszen ez egy új dolog. Magyarországon az elsők között lehettek, kivéve Gergő, és az lenne a kérdésem, hogy hogyan vághatunk bele ebbe az üzletbe. Ki az, akinek ajánlott az, hogy egyáltalán elkezdjen ezen gondolkozni, hogy innentől kezdve Igó forgalmazó, viszont eladó, márka kereskedő lehet? Hát elsősorban mindazoknak ajánljuk ezt a terméket természetesen eladásra is, akik foglalkoztak már esetleg kertigépekkel, akiknek van valamilyen tapasztalatuk, még ha egy kevéske is, akár mi, nektek a is miénk az már tapasztalat az, amire mi rendelkezünk? Mire végzünk, az lesz. Jó. Azért kipróbáltok mindent, addigra már fogtok tudni szinte mindent, úgyhogy az már tapasztalat is lehet akár. De fontos lenne, hogy legyen egy hosszú távú elhatározás, hogy együtt tudjunk dolgozni a kiszemelt kereskedőinkkel. És fontos természetesen az, hogy valamilyen szinten legalább higgy a termékben. És hiszen... abszolút azt elmondhatom, bocsánat, csak itt ide elmondanám, hogy itt a Honnánál ez egy nagy család. Tehát tényleg most már itt vagyunk jó pár napja, hete, hónapja, és azt tapasztaljuk, hogy olyan jó a légkör, tehát tényleg egy ilyen családi... Igen, segítik egymást. Abszolút, minden és ezt a kereskedőkre is látjuk, hogy tényleg mindenkivel olyan formában dolgozunk együtt, hogy... És élvezik, és hosszú távú, és 10-20 éve dolgozik itt mindenki, szóval
ez egy nagyon... Ez magáért beszél, tehát is szakértői. És abba is érdemes belemenni, hogy azért most már Budapesten is egyre több olyan terület van. Nem csak Budapesten. Nem csak Budapesten, de hogy úgy Magyarországon is, meg Európában is, ahol egyre inkább kitiltogatják a hangos gépeket. Beszélünk itt parkokról, irodákról. De most már, ha jól tudom, vasárnap nem is lehet hangos. Vannak olyan települések, ahol nem lehet, ez mondjuk olyan van, akit nem nagyon érdekel. És ez egy tendencia. Ez egy tendencia. Tehát azt látjuk, hogy 3 éven belül, de max 5 éven belül ez nagyjából mindenhol így lesz. Tehát az, aki mondjuk kertészkedik, kertészkedéssel foglalkozik, ugye nyilván professzionális szinten és ilyen helyeken dolgozik. Hivatásos kert. Így van, váltania kell. Ez most már nem lesz kérdés, ugye? Ezt jól tudom. Így van, így van. Most már egyre több város, illetve egyre több település helyez nagy hangsúlyt arra, hogy minél csendesebben, minél zöldebb technológiával dolgozzon, illetve dolgoztasson. Akár egy városgazdálkodásban, akár egy park üzemeltetésen. Hát ugye az irodaházban is azért, hogyha munkavégzés zajlik, akkor ugye egy akkumulátoros gép van a szállodában például, ugye? Tehát akkor nem zavarjuk azokat a vendégeket, akik borsos pénzeket kifizetnek azért, hogy ott. Vagy ha csak egy kis olyan jó érzés van bennünk, hogy közel lakik hozzánk, vagy van egy lakótárs, bárki, akit nem akarunk zavarni, mi magunk, mint hobbi kertészek, és csöndes gépekkel szeretnénk ezért dolgozni, mert ezért a kertészkedést nem akarjuk feladni, igó. Igen. Itt a megoldás. Tehát itt halljuk a szomszéd anyázását, hiszen tényleg azt mondhatjuk, hogy hallgatni. Vagy ha meg szeretnéd lehetni az asszonyt egy szép sövénnyel, akkor ezt megteheted csendben is. Tehát nem kell föl. Így van. Mire felébred, te megcsinálod. Gyönyörűen levágod. Én megcsinálom. Így van. És meglepetéssel indul a nap. Ezt mondjuk, ez tényleg ez egy gyönyörű szép meglepetés lenne. De visszatérve viszont abban is biztos vagyok, hogy ez a család, mint olyan, az új tagokat is nagyon szívesen segíti. Igen. Mivel segítitek majd? Hát természetesen a marketing, az oktatás és az egyéb beszerzéseket, ezt mind mi álljuk, mi tartjuk, illetve ezekkel a dolgokat mindenképpen segíteni fogjuk a kereskedőinket, vagy hogyha egyedi problémája van, azt is bármikor igyekszünk a legjobb tudásunk szerint megoldani. Az abban is érdemes gondolkozni, hogyha már valakinek van esetleg kerti gép, boltja, már egy meglévő, esetleg más márkánál, hogy ugye új termékként vegye föl? Természetesen bármikor lehetséges. Mi nem szoktunk semmilyen kitételt szabni, hogy most milyen márkát forgalmazhat, vagy mit ne. Hogyha ezt szeretné forgalmazni, állunk mellé nagyon szívesen. Illetve van nekünk egy óriási partnerhálózatunk már így is kiépítve, ugye a Honda termékek palettája. Van egy kereskedőhálózatunk, egy országos kereskedőhálózatunk, amelynek a legtöbb tagja azért forgalmazza az IGO termékeket, de hogyha valaki szeretne még beszállni a csapatba, akkor szívesen várjuk. A jövő terméket, tehát mindenképp ugye azok a vállalkozások maradnak fönn, illetve azok a cégek nőnek nagyra, akik képesek a változásra, én azt gondolom. Egy dolog biztos is, ez a változás. Így van. Ez az evolúció során is kiderült, tehát ugye az emberek, ahogy sikerült változtatni és hittek a nagy dolgokban, én azt gondolom, hogy ez ezen a piacon is, vagy hát mint ugye a vállalkozás szinten is abszolút így működik. Cáfolj meg, hogyha nem így van. Így van, fejlődni kell, és mivel, ahogy mondtátok is, ez a jövő, ez a fejlődés iránya, ez kikerülhetetlen, ma már ezt látjuk. Igen, és hát ugye nem, te ezt nem úgy ajánlod, hogy te ebben nem vennél részt, hiszen nyilván a két logó nem véletlenül van együtt, tehát ti is úgy gondoltátok, hogy ebbe most kell beszállni, ezt most kell elkezdeni, hogy nyilván a hullámot, meg hát megelőzzünk mindent. Igen, és én azt gondolom, hogy a minőséget abszolút fémjelzi, illetve a strapabíróságot, illetve azokat a tulajdonságokat, amik mindenképp pozitívak a kerti gépek területén. Tehát, hogy egy Honda magyarországi forgalmazó beáll ezek mögé, a termékek mögé, én azt gondolom, hogy akkor ezek tényleg innovatív, teljesítményben mindenképp többi túlszárnyaló gépek lesznek. Hát nem lesznek kockáztatni a renoméjukat. Ez így van. Egyfelől így van, másfelől pedig tényleg egy olyan terméket próbáltunk behozni Magyarországra, ami még nincsen. Ezt úgy értsétek, hogy ugye beszéltünk már róla, hogy 36 voltos technológia, 18 voltos technológia van már a piacon. Ez 56 voltos technológia. 56 voltos technológia még magyar piacon nincsen más, és most úgy érezzük, hogy ez szerintem veri a többit. Ennyire egyszerű. És akit érdekel ez, aki szeretne csatlakozni, számukra létezik egy weboldal,
itt valahol ki is írjuk, itt ugye? Van, végig, itt fut. Itt, igen. Na, hogy ezen a weboldalon nézzetek utána, megtaláltok minden leírást, meg... Elérhetőségeket természetesen. Ilcsivel föl tudjátok venni a kapcsolatot, aki el fogja bírálni. 0-24, talán nem 0-24. Igen. Néha alszik is. Igen, de hogy akkor keressétek fel, próbáljátok ki, vágjatok bele, bővüljön a család. És kedvesen segítőkészen várja a megkereséseket, így van? Igógépekkel kapcsolatban. Az igógépekkel kapcsolatban szigorúan. Természetesen. Rendben, köszönjük szépen a figyelmet, lesz majd egy következő részünk is. És azt a póló miatt küldjétek! A póló miatt várjuk a képeket, a videókat, feliratkozni, lájkolni, szívecskét dobni, puszit dobni, hashtagelni, nem, az nem ide tart, megosztani, azt is kell, és gyertek, nézzétek meg a következő részt is. Sziasztok! Sziasztok!